154 évvel ezelőtt húsvétra virradóan vetett véget életének gróf Széchenyi István, a magyar politika egyik legkiemelkedőbb alakja. Mosonmagyaróváron a legnagyobb magyar előtt tisztelgő táblánál gyűltek össze a megemlékezők. Megváltoztatta az egész korábbi gondolkodásmódot, a hübéri rendet, amelyik évszázadokon keresztül sújtotta a magyar parasztságot, a magyar jobbágyságot. Élharcosa volt a jobbágy felszabadításnak, amely aztán 1848-ban be is következett, és később hát ugye megvalósult. De mellette nincs olyan területe a gazdasági életnek, a társadalmi életnek, ahol ő alkotott volna nagyot. Ez vonatkozik a Tisza szabályozástól a Lánchíd megépítéséig. Széchenyi István számos alkalommal járt külföldön. Amit ott látott, tanult, azt hazahozta Magyarországra, hogy itthon is megvalósítsa. A Széchenyi polgári kör alapítói szerint az élet minden területén óriásit alkotott a politikus. És komolyan gondolta azt, hogy neki, mint főnemesnek, mint arisztokratának, nem csak a kiváltságok az előjogai, hanem az is, hogy a hazájáért többet tegyen, mint más. Emlékét őrizni kell, azt pedig, amit tőle tanulhatunk, továbbadni az utókornak, vallja a polgári kör. Egy Széchenyi polgári körnek nem csak kötelessége, hanem szívbéli kötelezettsége is az, hogy a névadójáról, eseményeiről megemlékezzen. Úgy gondoljuk, hogy Széchenyi, és nem csak gondoljuk, hanem hisszük is, hogy Széchenyi gondolatai, amelyeket megfogalmazott a reformkor és azt követő években, mondhatnám úgy is, hogy sajnos még ma is érvényesek. A sajnos azért mondtam, mert azok a gondolatok ma mintha elvesztek volna. A polgári kör bízik abban, hogy azok, akik a megélhetés reményében elhagyják az országot, ugyanúgy Széchenyi utódaiként élnek, mint azok, akik itthon maradtak. A beszédek végén nemzeti szalagot helyeztek el a legnagyobb magyar emléktábláján.